Nem sikerült jól a spali szezon záró mérkőzése, a bennmaradásért harcoló, végül azonban kieső Szolnok otthonában 1-0-ás vereséget szenvedtek a nyíregyháziak. A csapat Lucsánszky Tamással a kispadon kezdte el a bajnokságot, az utolsó 4 fordulóban azonban már a korábbi másodedző Bozsik József felelt a szakmai munkáért. 38 fordulót követően a bajnok MTK-tól 22, a második Kisvárdától pedig 15 ponttal lemaradva az 5. helyen zárt az NB2-ben a Nyíregyháza, amely 16 győzelem mellett 12 döntetlent játszott és 10-szer szenvedett vereséget. Az MTK-nak egy NB1-es kerete van. A Kisvárda egy nagyon kiegyensúlyozott NB2-es keretet rakott össze, ami azt jelenti, hogy majdnem minden posztra volt két hasonló kaliberű játékosuk. Mi azért ugyanezt nem mondhatjuk el egyértelműen magunkról. Nálunk azért egy-egy meghatározó játékos kiesése sokkal nagyobb terhet rótt a többiekre. Talán ez az a rész a dolgnak, ami miatt nem tudtunk olyan kiegyensúlyozottak lenni, hogy meglegyen a harmadik hely, illetve komolyabb eredmény, akár a feljutás is. Bár a feljutás nem szerepelt az elvárások között, a csapat kapitánya a 12 kapott gól nélküli meccset produkáló Jova Levente csalódott amiatt, hogy nem tudtak harcban lenni az élvonalba kerülésért. Fele más érzések vannak bennem, mert én nem örülök ennek az 5. helynek. Én azért jöttem ide, hogy feljussunk, sajnos ez nem jött össze. Nagyon hosszú volt ez a bajnokság, nyilván hogy az MTK-t azt lehetett azzal számolni, hogy ők fel fognak jutni, ők elég simán meg is nyerték a bajnokságot. Nekünk jól indult a szezon, de sajnos tényleg ennyire volt képes most ez a jelenlegi csapat. Mint gratulálok a két csapatnak, az MTK-n és a Kisvárdának. Nyilván jobb lett volna, hogyha mi jutunk fel másodikként vagy elsőként, de most nekik sikerült, mi azon dolgozunk, hogy minél hamarabb fel tudjunk jutni. A csapat házi gólkirálya Pekán László lett 9 találattal. A támadó szerint, aki 18 gólpasszt is kiosztott, a másodosztályban is nagyon meg kell harcolni azért, hogy sikerüljön a kapuba találni. Nagyon nehéz itt játszani ebben az NB2-ben, mert ugye minden csapat tud már védekezni, és most egy-egy gólt mindenki tud rúgni is. Aztán hát úgy gondolom, hogy most az előrefelé játékosoknak is sokkal nehezebb, mint például NB1-be játszani, mert nincs akkora területünk játszani. Szóval úgy gondolom, hogy nehéz bajnokság ez NB2. A nyíregyházi játékosok a hétfői záróvacsorát követően 2 hét pihenőt kaptak. A felkészülés június 18-án kezdődik. A távozókról és az érkezőkről még folynak az egyeztetések, az viszont biztos, hogy a csapat végig hazai környezetben készül majd az NB2 július 29-i nyitányára.